A fesztivál kezdete előtt egy hónappal keresték meg a szervezők Milánt, hogy bonyolítson le egy bulit a júliusi Balaton Soundon. A fiatal 60-i lemezlovas pedig azonnal lecsapott a lehetőségre. Szerintem az lemezlovasként egy eszméletlen nagy megtiszteltetés. Talán ugye hát Európa szinten jegyzett elektronikus zenei fesztiválról van szó. Nagyon jó érzés volt, hogy gondoltak rám és megkerestek. És utána nagyon sok gratulációt kaptam, és mindenki gratulált, hogy úristen, hát ez nagyon nagy szó, hogy én itt zenélhetek és részt vehetek. Milán és barátai már a fesztivál első napjától kezdve ott voltak Zamárdiban. A 60-i fiú pedig amellett, hogy szórakozott, figyelte is a többi lemezlovast, hogy milyen zenéket játszanak, készült a vasárnapi fellépésére. Azt mondja, egy fesztiválon teljesen máshogy kell zenélni, mint például egy klubban. Nagyon szokatlan volt, hogy is fesztiválon teljesen más a hangulat, mint mondjuk egy klubban zenélnék. Ugye itt elektronikus zene ment, és egy buliban, amikor zenélek, akkor fel kell építeni a szettet. Van eleje, van közepe, van vége, na itt egyből a közepébe kellett vágni. Tehát nagyon slágerzenéket kellett játszani végig, és nem az volt, hogy akkor szépen elején ellötyögünk, felvezetünk, hanem bele a közepébe is, bum neki. A fellépése végén csak pozitív visszajelzéseket kapott a közönségtől és a szervezőktől is. Milán pedig már a jövőt tervezi. Egy saját zenét, önálló tracket szeretne elkészíteni, amiben megmutathatja saját stílusát, és ami alapján könnyedén be tudják majd őt azonosítani.